Köszöntöm nézőinket, Önök Tamási Táj című műsorunkat látják. Mutatom mai témáinkat röviden. 20 éves lett a Tamási Pántlika Néptánc Együttes, a jubileumot egy gálaműsorral ünnepelték. Templomaink, megjelent Csepregi Ferenc új könyve. Ozoráért díj, Szappanos József emlékezik a díj kapcsán pályafutására. Gálaműsorral ünnepelte 20. jubileumát a Tamási Pántlika Néptánc Együttes, amely megalakulása óta a népi kultúra megőrzését és a néptánc tradíciójának továbbadását tűzte ki céljául. Két évtizedes fennállása alatt nem csak Tamási városának hírnevét öregbítette, de a vármegye és országhatárokon túl is ismerté vált. A 20. évfordulóját ünnepelte a Tamási Pántlika Néptánc Együttes. A két évtizedes jubileumra egy gálaműsorral készültek. A régi szokások felelevenítése mellett a közösségépítés, a generációk közti együttműködés erősítése, az együvé tartozás érzése a csoport legfőbb mozgatórugója, mondta a hagyományápolással Tamási Kultúrájáért Alapítvány elnöke. Az elmúlt egy-két év új műsoraiból válogattak a gyerekek és a művészeti vezető erre a gálaműsorra. Ezen kívül hívtunk meg vendégeket, a Tehetség Táncműhely Paksi tagozatát, valamint a Sárpirisi Gerlice Madár Néptánc Egyesület is a vendégünk lesz, így közösen adnak elő egy szép ünnepi műsort. A Pántlika Néptánc Együttes működését a Tamási Művelődési Központ biztosítja a hagyományápolással Tamási Kultúrájáért Alapítvány támogatásával. A folyamatosan jó színvonalú munkát pályázatok útján Tamási Város Önkormányzata, a Csóri Sándor Program és a Nemzeti Együttműködési Alap is támogatja. A csoport egy egész éves programsorozattal készült, melynek zárása volt a gálaműsor, mondta Berkesné Imre Erika. Az évfordulótól különleges, erre az évre egy programsorozatot állítottunk össze. Ennek az utolsó eseménye lesz már ez a gálaműsor. Előtte több rendezvényünk is volt, volt népviseletes bál, népviseletes bemutató, volt fotókiállításunk, ami a múlt héten nyílt, és most zárjuk ezt a sorozatot ezzel a gálaműsorral. A település számára nagy büszkeség az együttes, amely az évek során számos arany minősítést és külön díjat is szerzett már. Két éve kaptuk meg a Tamási Város Közösségért Elismerő címet. Abban az évben alapította meg ezt az önkormányzat, és elsőként a Néptánc Együttest tartották érdemesnek arra, hogy megkapja. És most szeptember 1-én pedig a megyei önkormányzat Babits Mihály díját kapta meg az együttes, úgyhogy munkánkkal azért igyekszünk maradandót alkotni és példát mutatni. A különböző korcsoportokban táncoló gyerekek és felnőttek, a rendszeres próbák, az együtt töltött idő és a sok fellépés alatt összetartó baráti közösségé kovácsolódtak. Az együttes számára természetes, hogy a különböző korosztályok együtt táncolnak, több műsorszámuk is ebben a formában készült, ami az ünnepi műsorban sem volt másképp, hiszen fiatalok és idősek is egyaránt felléptek. Az együttes már sok jelentős állomáson túl van, azonban a jubileumi műsor kifejezetten különleges volt számukra, mondta Krizsány Kata, a csoport tagja. Jelentősebb fellépéseink rengeteget voltunk, például Szekszárdon a Szüreti Felvonuláson voltunk, Déli Kapu Fesztiválon is, hogyha jól emlékszem, illetve hát rengeteg minősítőn, rengeteg arany és kiváló arany minősítést szedett össze az együttes. Voltunk szólótánc fesztiválokon is, szintén nagyon jó eredményekkel. Ezek voltak talán a legjelentősebb pillanatok szakmailag, és személyesen pedig az ilyen különböző csapatépítő alkalmak, például erdélyi kirándulások, vagy amikor az ország északi részén voltunk kirándulni, hasonlóak. A fellépők különböző tájegységek táncait adták elő. Az este a pántlikai néptáncosok kamara csoportja
és a Sárpélisi Gerlice Madár Hagyományőrző Egyesület előadásával indult, amit a Pozsonyi Sétatéren című dal követett a fiatal Cserbóka csoport produkciójában. Minden műsorban nyilvánvalóan minden tájegységnek különböző a viselete. Rajtam egy sárközi viselet látható, mivel ez lesz az első tánc, nem az egész együttes táncolja, hanem a régebbiek, akik régóta itt vannak. Ez volt talán az első vidék, vagy első területnek a tánca, amit megtanultunk. Van még néhány az együttes tagjai közül, akiken ez látható, a többieken szilágysági viselet látható, az lesz a következő tánc, és hát folyamatosan fogunk átöltözni, tehát. A viseletnek különben az a jelentősége, hogy ezt nekem a nagymamám készítette, úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok rá. A gála műsorban a Csurgó zenekar szolgáltatta a talpalávalót. Az ünnepi est fináléval zárult. Megjelent Csepregi Ferenc Templomaink című kötete. A szerző, aki maga is kisszékei származású, immár harmadik alkalommal ragadott tollat, hogy szeretett faluja értékeit, kulturális és történelmi örökségét nyomtatott formában őrizze meg az utókor számára. A kötetet a 800 éves kisszékei címmel szervezett egésznapos programon mutatták be. Székely település 8 évszázadon átívelő megmaradásában a szülőföld szeretete, a közösség összetartó ereje és az aktív hitélet egyaránt szerepet játszott. Napjainkban a település két szakrális épülete emlékhelye hirdeti, hogy őseink tisztelete, a múlt megismerése, az értékek megőrzése közös feladatunk. Szeptember 23-án a kisszékelyiek mindezek mellett tettek tanúbizonyságot, amikor a 800 éve épült Árpád-kori templom területén emlékhelyet, a 200 éve felszentelt római katolikus templom falán pedig emléktáblát avattak. A falu múltjáról, örökségéről Csepregi Ferenc, a Kisszékelyi Kulturális Egyesület elnökségi tagja már több könyvet is írt. Az ünnepi évfordulón harmadik Templomaink című kiadványa jelent meg. Ez a harmadik könyvnek a mottoja, hogy a templomaink, mert a templomainkhoz közösség kötődik, a templomainkhoz sok minden kapcsolódik. 800 évre visszamenőleg a múltat megismerni, az gondolom, hogy minden embert örömmel telt el. Ebben a könyvben nagyon sok olyan kapaszkodó van, ami az 1900-as évek elején, 1202-3-4 az osztálynaplók névsora, ahol ha valaki elkezdi a családfaját kutatni, akkor ott megtalálhatja nagymamának a nevét, annak az édesapját, édesanyját, lakóhelyét, milyen utcában lakott, 1850-es évekből származó térképek, utca névsorok, ki milyen házba lakott, tehát számtalan olyan dolog, ami úgy gondoltam, hogy olyan közkincs lehet, ami hogyha az én tudomásom jutott, akkor ezt meg kell mutatni másnak is. Ebben a könyvben nem csak a templomokról van szó, hanem szó van a középületeinkről, azokról a keresztekről, amiket állítottak a határban az elmúlt századokban. Vannak még az iskolával kapcsolatosan olyan dokumentumok, amit menet közben kerültek elő. Tehát minden olyan dolgot, persze sokat ki kellett hagyni, ami úgy gondoltam közérdeklődésre tart számot, és talán elveszik örökre, hogyha most ezt nem jelentetjük meg, azt megpróbáltuk. Hát mindegyik könyv nagyságrendben ekkora volt az első kettő is, és hát nagy öröm, hogy ide most ebben másfél órában, mióta meglátták, hogy van, azóta csak húzogatják a kavátomot, hogy Ferike, gyere, és akkor szeretném, ha aláírnád meg. Mert én még persze kiszékelve mindig Ferike vagyok, ez,
nem árulok el titkot, de én nekem ez a legkedvesebb megszólítás, ami csak lehet, pedig azért már van egy néhány őszhajszálam, de én ezt a szeretet jelének fogom föl meg annak a ragaszkodásnak, ahogyan engem itt szeretnek is Székelyben. Pincehen született abban az időben mindenki, majd egy hét múlva hazakerültem ebbe a faluba, és azóta nem engedek kis széke. Itt jártam általános iskolába, első hat osztályt itt jártam, azt követően Tamásiba kerültem, de mindig a barátaim, a rokonok, ez a millió, ez mindig vissza csábított. Megalakult 35 éve ezelőtt a kis székeből elszámoltak baráti köre, akkor az alapító tagok között voltam. 35 éve ezelőtt még más világ volt, még a rendszerváltás előttről beszélünk, és akkor abban az alakuló csapatban az édesapámmal is idősebb emberek voltak, és az, ahogyan ők viszonyultak kis Székelyhez, ezek között sokan voltak, akik hosszabb ideje távol voltak a falutól, voltak, akik csak 5-10 éve, de mindenkiből azt sugárzott, hogy neki kis Székely az jelenti a gyökereket. És valahol itt volt az első állomás, amikor én még jobban kötődtem ehhez. A következő ilyen pont talán az volt, amikor olvastam egyszer Simon Tóni a Történet című könyvet, és ott azt láttam, hogy Glück Johann képviseli kis Székelyt, mint elöljáró egy Simon Tóniai valamilyen rendezvényen, és akkor kezdtem a család történetét kutatni, és mondom, ez csak nem valamelyik nagypapa lehet. És hosszú-hosszú kutató munka után kiderítettem, hogy igen, Zombáról érkezett 1806-ban a friss feleségével, és 1828-ban már esküdt volt kis Székelyben. Ebből alakult ki az a fajta irányultság, hogy kezdtem kutatni tovább a közösség történetét, a falu történetét. Megszerveztük ezt az átjatást, ami ugye eredményeképpen megtaláltuk az Árpád-kori templomot, és mindig, mikor egy újabb ismeretet tettem szert, akkor úgy gondoltam, hogy ezt meg kell osztani. Ez egy kapocs lehet, egy gyökér lehet, egy kötődés lehet azoknak, akik ezt nem ismerik. Egy komoly lendületet kapott akkor, amikor azon kezdtünk gondolkodni, hogy hát hány éves is lehet kis Székely, 500-600, mennyi. És akkor eszembe jutott, hogy talán ásatást kéne szervezni, megtalálni a templomot. Sikerült megszervezni egy nagyon, nagyon jó hangulatú, egy olyan felemelő érzés volt ide minden nap eljön, amikor fiatal gyerekek, 80 éves nyugdíjasok, keresték, kutatták a múltjukat, és mikor valamit találtunk, akkor mindenki boldog volt, és ez heteken keresztül zajlott, és azt gondoltam, hogy nekik ezt nem tudjuk másképp megköszönni, mint úgy, hogy időt végezetéig mutatjuk, hogy ők voltak, akik segítettek, ezért föltüntettük a nevüket is, ahogy csak lehet, és hát megpróbáltuk ennek a hangulatát a fotókkal érzékeltetni. Minden nap készült a résztvevőkről egy fotó, és ezeket publikáltuk a könyvbe, mert ők a szövetségeseink, tehát ők segítettek minket ahhoz, hogy nekünk most ott az Árpád-kori templom emlékeljünk, és azért senki nem kért egy fillért se, és mosolyogva is örömmel tette. Minél tovább megyünk, távolabb megyünk vissza az időbe, annál kevesebb a dokumentum. De mindig vannak jó szándékú és jó akaratú emberek, és őket valahol mindig megtalálom.
hogy egy példát mondjak erre, megtaláltam egy 1811-ből származó latin nyelvű kézelírott kanonika vizitációs jegyzőkönyvet. Itt a paploknak a lomtárába. Mert nem került le a pécsi püspökséghez, mikor megszűnt az önálló plébánia anyaga. Ez történt kb. 10 éve, és eltettem ezeket az adatokat egy kis dobozba, hogy majd valamikor valami jó lesz. És mindent a püspökségi levéltártól a Dolna-megyei levéltárig mindent lehetőséget átkutattam, de nem találtam olyan adatot, amiből tudtam volna igazolni azt, hogy mik azok az erekjék, amiket a régi templomba is használtak, és az újba is átvittek. És akkor eszembe jutott, átforgattam ezt a dobozt, és ebben megtaláltam ezt a kéziratot. Horribilis összeget kértek volna a latin nyelvű fordításáért, több százezer forintot. És akkor Mátyás Imre, aki volt Tamásiba papjával, plébános nagyon jó viszonyban voltam akkor, amikor ott volt, meg később is. És ő egy nap alatt elrendezte, hogy nekem ezt lefotózta, vagy lefordították a lényeget, és ma ezért tudjuk, hogy milyen erekjéket hoztak át a régi templomból. Tehát az, hogy ugyanazt a harangot halljuk, mint amit a nagyszüleink, hogy ők apáink 300 éve szólította őket a templomból, az a tudat, az nem hiszem, hogy nem felemelő. Vagy hogy ha valaki letérdel az oltár előtt, akkor azelőtt az oltár előtt térdel le, amelyik abban a régi templomban volt. Ha megkeresztelnek valakit, és kereszteltek minden évben egy-két gyereket, az abból a keresztvíztartóból történik, amit az 1700-as években. Tehát ez óriási ered, ez annyira jó leső érzés. Esett le a vállamról, de már a gondolatomban vannak, hogy hát azért még el is olyan érték, amit azért kéne ismerni embereknek, vagy kéne tudni, nem tudjuk, most következik megint egy kis gondolatébresztő, majd meglátjuk, hát nyilván reméljük egészség lesz hozzá, meg a csapat is együtt lesz, és akkor továbbra is nyilván kiszekelje a szívem egy darabja, és lehet, hogy ebből még könyv is lesz. Sport, pedagógus hivatás, ozora. E3-as Szappanos József egész életében jelen volt. A nyugalmazott címzetes igazgató nem csak az iskoláért, de képviselőként a településért is sokat tett. Augusztusban ozoráért díjjal ismerték el több évtizedes kiemelkedő közéleti tevékenységét. Vallja, sikereiben szűkebb és tágabb környezete egyaránt szerepet játszott, hiszen mindezek a közös gondolkodás, a közös munka eredményeként születtek. Szappanos József magas színvonalú közszolgálati munkájának elismeréseként 2023. augusztus 20-án kapta meg az Ozoráért díjat. Egy anyakönyvi névelőírás miatt ugyanaz oklevélen a Szappanos név szerepel, de a faluban mindenki tudja, hogy a helyi általános iskola nyugalmazott, címzetes igazgatójáról van szó. Közel 60 éve él Ozorán. 1965-ben kerültem ide, nagyszerű volt a fogadtatásom, ugyanis futballista voltam, és az minden faluban az időtájt nagyszerű volt az, ha valaki be tudott illeszkedni a faluba valamilyen tevékenységével. Hát nekem ez volt az első legfontosabb. Szeretettel vártak, fogadtak a csapatban. Ugye gólokat lőttem, mint csatár, és ez nagyon tetszett a lakosságnak, a szülőknek, gyerekeknek egyaránt. És mint testnevelő tanár később e területen tevékenykedtem, és az iskola sport életét próbáltam magas színvonalra emelni.
1973-ban az Ozorai Általános Iskola igazgató helyettese, majd 6 év múlva igazgatója lett. Nyugdíjba vonulásáig számos elismerésben részesült a testnevelés és a sport területén kifejtett tevékenységéért, mindezek közül az ifjúsági sporttelep létrehozására és a lánykézilabda csapat megalakítására a legbüszkébb. Volt egy ilyen mozgalom az országban, hogy pályaépítő klubja. Én későn értesültem erről, a népsportban tudtam meg, hogy van ilyen, már lezárták a pályázatot. Erre bátorkodtam írni egy kérvényt, bemutattam, hogy milyen módon készült az Ozorai Általános Iskola sporttelepe, és munkánk elismeréseképpen a lezárult pályázatot után 100 000 forintos támogatásban részesítettek bennünket, hogy ez ösztönzést adott számunkra, lelkesedést, hogy tovább építsük, és 8 év munkája után, amelyben részt vettek a szülők, a gyerekek, a társadalmi szervek, mindenki, aki a sportot szerette, így 8 év után elkészült egy olyan ifjúsági sporttelep, ezt a nevet kapta meg, mely a tanulók úgy, hogy jól érezték magukat, itt tudtam a képességeiket kibontakoztatni, fejleszteni. Itt ezen a pályán született meg, alakult ki az a női kézilabda csapatom, akivel a megyebajnokságban is sok sikert értünk el. Vezetői tevékenységére a koronát, az a 143 millió forint értékű sikeres pályázat tette fel, amely az iskola felújítását, korszerűsítését szolgálta. A feleségemmel megbeszéltük, egyszerre fejeztük be a munkát, ő is pedagógus volt, lett pedagógus volt. 43 évi munka után én, ő meg 42-vel fejeztük be az aktív pedagógusi tevékenységünket. És a sors fintora az, hogy az iskola szeptember 1-jére készült el, akkor kezdhettem volna új tanévet, nejemmel együtt, de erre már nem került sor. És egy kicsit úgy bántott is a dolog, mert hát ilyen gyönyörű iskolában, jól felszerelt számítógép rendszerekkel, szaktantermekkel hoztunk létre, és tulajdonképpen már nem tanítottam, de úgy érzem, hogy jó döntés volt, mert időben kell tudni abba hagyni a munkát is, és időben kell tudni letenni a tevékenységet is. Nyugdíjas éveit a családi szőlészet, borászat körüli teendőkkel tölti, itt a pincészetben mindig akadt tennivaló. S ha megpihen, a teraszról körül tekintve elé tárul Ozora, a falu, amely egész életét jelentette. Ez a falu nekem életem álmait jelenti, ugyanis itt ismerkedtem meg a feleségemmel, aki Szekszárdon a közgazdasági technikumban végzett, Ozorai leány, de ez csak egy szelete ugye a történetnek, az itt kifejtett munkámnak, az itt leélt életemnek, faluban volt élet, jól érezte magát mindenki, úgy vettem észre, magam is ebbe a közbe tartozok, és nagyon jó volt itt Ozorainak lenni. Az én aktív időszakomban a szülők együtt lélegeztek velünk a gyerek érdekében. Tehát akkora volt a szülői ház és az iskola kapcsolata, hogy minden problémát, ha volt probléma, megbeszéltük. Erre jó voltak a szülői értekezletek, minden a szülők akadémiája sorozat, amit beindítottunk annak idején, főleg a magatartás, tanulók magatartásának személyiségfejlesztése érdekében. Partnerek voltak a szülők mindenben szinte. Az adott problémát, ami volt a tanulók között, le tudtuk rendezni az adott órában, úgy mondjam, mert egy óra múlva már a szülőkkel együtt letárgyaltuk az iskola igazgató irodájában a problémát. Mindenki emelfővel ment ki, mindenki békében, egyetértésben és a feladatok megoldásában mindenki részben, maga a gyerek, a szülő és a pedagógusok is. Nagy büszkeséggel mondhatom, és elismerésnek, megtiszteltetésnek, hogy engem még a mai napig is igazgató úrnak, tanár úrnak szólítanak. Ez rendkívül nagy dolog, ugyanis
nevezzük, nem ilyen dolgok. Tehát a plébános úr volt valamikor az igazi úr, elnézést a hívek, a lelkek pásztora. Az iskola igazgatója, ugye az iskoláskorú gyerekeknek a pásztora, hogy így mondjam, és teremelő érdés valóban az, hogy ez a tisztelet, a szeretet még a mai napig is körülvesz. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!